úgy érzem magam itt látva a két óriási ember feletti leanderreidet, mint hogy Olaszországban vagy Görögországban lennénk. A legtöbb ember csak szenved a leanderrel, télen leviszi, felcipeli, nem tudja, hogy hol kell visszavágni, át kell leültetni, állandóan ugye tetűs, meg rengeteg baja van, nem virágzik olyan, ilyen dúsan, mi a titkot, hogyan csinálod? Először is szabikám, ez három leander, tehát ha jobban megnézed, de a többi ide is tímel. Ez a becsapás? Igen. A két dolog, ami nagyon lényeges, az egyik, hogy hogyan telelted át. Ez legjobb egy hűvösebb, párásabb, sötét helyen átteleltetni. Egy télen körülbelül egy 3-4 alkalommal öntözni kell, tehát vizesen kell ugyanúgy tartani neki a tövét. A másik pedig az, hogy szintén a alapja mindennek a tápanyag utánpótlás. A leander rendkívül tápanyagigényes növény, nagyon vízigényes és a tűző napon szép. Tehát sokkal igényesebb növény, mint sokan gondolják, nem egy egyszerű dolog ővel foglalkozni. Ha megkapja a megfelelő tápanyag mennyiséget, a vizet és a napot, akkor ilyen gyönyörűen virágzik. Egy, ami nagyon lényeges, hogy vissza kell metszeni a leandert rendszeresen, főleg két évente, mert különben fölnyúlik, nagyon sokat láttunk ilyet, és gyakorlatilag belül nincsenek rajta levelek, csak a hajtás végeken. El kell vigyázni, hogy ne drasztikusan metszük vissza őket, hanem úgy, hogy csak egy részét rendszeresen, mert ami a korai virágzást úgy tudjuk elérni, hogy az előző évben már kihozott hajtásokon fog virágozni, viszont amit visszavágunk frissen tavasszal, az most fog majd elkezdeni virágozni. Amikor a leanderünk elvirágzik, vagy bizonyos virágok elvirágoznak rajta, akkor mi a teendő, és egyáltalán, ha valaki sikerrel átteleltette, kivirágoztatta, akkor egész nyár folyamán mit kell vele csináljon, hogy gyönyörű legyen? Feltétlenül az elvirágzott részeket le kell vágni, mert különben hoz ilyen terméseket, ami láttam már ilyen hosszúkás, inkább kicsit a szivarfához hasonló termése van neki. Gyakorlatilag akkor elkezd a magra és a termése dolgozni a növény, ami nem egészséges, nekünk az a lényeg, hogy minél többet virágozzon. Az egyik, a másik pedig, hogy mondtam neked, a tápanyag utánpótlás víz. Az az igazság, hogy granulátumokkal, amik hosszú hatásfokú, avval indítok mindig tavasszal. Ez körülbelül van július végéig tökéletesen üzemel, de utána már jobb, hogyha az öntöző vízbe ezeket a folyékony tápokat használjuk, mert annyira átgyökeresedik már a cserepe, hogy gyakorlatilag az, ami hatásosabb ebben az időszakban. Egyéb külön ördögösség nincsen. Sokan úgy vélekednek, hogy a leandert félárnyékba kell tartani, meg óvni kell a tűző napsugárzástól. Ezekben a nagyon erősen tűző napokban is nyugodtan ki lehet tenni a tűző napra, bírja a társadalmi baj nem lesz. Sőt, az kell neki, pont ez a lényeg, hogy a számozás egy megjelent ország, tehát ott a bőven kap ugye, tűzőnapot, és ha megnézzük, bőrlevele van neki, és a bőrlevél mindig azt jelenti, hogy a tűzőnapot bírja. Ez egyértelmű. Ha egy lazállású, ilyen laza szerkezetű levele lenne, általában azok az érzékenyek, azok a fajta növények érzékenyek a tűzőnapsütés. És még egy érdekesség, egy idő után nem tudjuk már nagyon nagyobb cserébe beültetni a leanderenket, hiszen nem tudjuk mozgatni. Ilyenkor meg kell ifítani az egész növényt. Ennek a legjobb módszer az, hogy kiszedjük a cseréből a tövet, végig megvágjuk a gyökeret, visszavágjuk egy körülbelül egy olyan 20-25%-kal, és az egész növényt arányosan szintén visszametszük. És úgy ültetjük be ismét az új tápanyagközegbe, ezáltal megfiatottuk a növényt, és egy 2-3 évig ugyanabban a cserébe elél.